Jászapátin is meghozták a szükséges lakosságvédelmi intézkedéseket a veszélyhelyzet bejelentését, illetve az oktatási intézmények megváltozottan rendjéről szóló kormány döntést követően. A Jászapáti városa a visszakapott lehetőségek és a jogosultság függvényében 18-ától rendkívüli szünetet rendelt el az óvodai intézményekben és a bölcsödében, ami azt jelenti, hogy ugye ügyeleti rendszerben működik tovább az óvoda, és ezzel párhuzamos és a bölcsöde, és ez ezzel párhuzamosan meg kellett szervezzünk erre az időszakra a gyermekétkeztetést. A lehetőséget természetesen biztosították mind az általános iskolások, mind az óvodások, illetve a bölcsödések számára. Egyelőre kevesen veszik ezt igénybe. Az idős ellátásban részesülők számára pedig a hivatal dolgozói szállítják az ebédet. A polgármester kérést fogalmazott meg az idősekhez. Talán ők gondolják úgy, hogy ebben az időszakban is nagyon sok mindent meg kell tenniük. Javaslom innen is nagy tisztelettel és szeretettel, hogy maradjanak otthon.